Az igazság az, hogy Tiszabábornán, amikor nem voltunk, akkor leforgattuk mindenkinek a videóját, a Bandi odajött és olyat rám rúgott. Nehéz erről beszélnem. Bálna meg megharapott. Lehet, hogy itt a szalagnál nagyobb gondok is vannak. Nem túl sok jó dolog történt az utóbbi időben. Egyszer volt, hol nem volt, lár, vári. Ugyanolyan napnak indult, mint bármelyik másik nap. Gondoltam, hogy fölveszek, volt egy nagyon jó ötletem, és gondoltam, hogy fölveszek hozzá egy edzős részt. Mi a bánat? Nézd már, a legyek is kikezdenek velem. Rohad a láb, rohad is, hogy mi? Nézzük meg, vizsgáljuk meg ezt az edzős napot. Innen fogjátok most látni akkor a videót. Aztán majd egyébként beszélek, majd mesélek közben, meg utána. Edzünk egyet! Let's go training! Yow! Ding, 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 ding. Most egyébként kofferral fogok első körben szaladgálni egyet. Ez most 140 kg darabja. Bemelegítésnek ezt elviszem oda-vissza. És ha már itt vannak a gumik, akkor lehet megpróbálok egy vegyest. Először kofferral megyek, hogy kicsit átmelegedjek, kicsit ráérezzek itt a dolgokra. A sok cigi! A sok cigi! Ezt most megpróbálom összekombinálni egy gumiforgatással. Hát elég szarna, az egyikhez magnézia kéne. Bár azt se használtam, ugye ez a fehér por. Ezt se használtam most ennél. Gumihoz meg ugye gyantát szoktunk. De hát azt se azt fogom használni, mert az már nem jó a kofferhoz. Tapasztalatból mondom. Nem használunk semmit. Aztán jutunk, ameddig jutunk, ez van. Ja, meg felrakom 150-re a koffert. Jajjön más! 550-es gumi, illetve 2x170-es koffer, ugyanez, koffer el, gumi föl, viszont hát ez már kelleni fognak segédeszközök, na nem olyan segédeszközök, ide már fog kelleni, mert ugye most tényleg egy nagyon csupasz kézzel vagyok, látjátok, semmi nincs a kezemen, nem mindegy, hogy milyen a fogása a guminak, mert ebből, amin ülök, ez ugye ez a recés gumi, ebből szerintem tényleg ezt föl lehetne akár 7-800-ig is pakolni. Nem mindegy, hogy van a súlyelosztás, mert ha erre a végére rakok 200 kilót, az ugye már akkor 650 kiló lenne. Viszont könnyebb lenne fölemelni, mivel ugye a balanssúly az ugye másik oldalon van. Ezt szinte nem lehet megfogni, mert annyira sima, csúszós, szarfos, a legundorító fogású gumi, amivel találkoztam, pedig találkoztam párral. Találkoztam már naggyal, kicsivel, magassal, keskennyel, bordázottal, ilyen minta, olyan minta, ilyen nemű, olyan nemű, na jó, nem, az nem volt. Ezek gendersemlegesek. Ez a legrosszabb, amivel vala találkoztam, ezt bátran kimerem jelenteni. Most nyilván el lehet küldeni azokat a hatalmas nagy markoló kerekeket, amik az ilyen kőbányákban dolgoznak, hogy ilyen 3 méter átmérőjű, vagy 4 méter, vagy 5 méter átmérőjű a kereke. Nyilván azt nem próbáltam, meg szerintem az ember nincs, aki ezt felállítja. Nem is lehet, hát ha fej fölé tudnám nyomni, még akkor se állna föl a gumi, olyan rohadt nagy. Ez a legnehezebb az én véleményem és tapasztalatom szerint. Egyébként nem zárom ki, létezik rosszabb. Lehet. Ez a kerék olyan sík, mint én. Már most szólok, hogy elég erősen a nyugalom megzavarására alkalmas jelenetek következnek. Nem lesz vér, nem lesz semmiféle olyan dolog, de akinek eddig bemutatom a videót, mindenkinek az volt a reakciója, hogy ha nagyon nem bírod az ilyen dolgokat, akkor most ezt hagyd ki, ezt a pár másodpercet.
Itt most ugye maga baleset lesz. Hát igen, igen, én szóltam, hogy nem annyira jó. Mi is történt pontosan? Az Achilles szalagom, ugye ami a sarkatoknál van, ez fogta magát és egy-egybe elszakadt a francba. Úgyhogy mostantól én vagyok Achilleus. Ez egyébként csütörtökön volt. Rögtön egyébként a videón, ugye nem látszik, mert direkt elvágtam a képet ott. Egyébként a telefonomhoz indulok kúszva, szóval föl se álltam, mert ember ilyenkor tudja, hogy valahogy szerintem mindenki érzi, vagy tudja, hogyha nagy baj van, és hát én ott éreztem, hogy nagy baj van. Rögtön elindultam ugye kúszva, mint egy kis geleszta, elindultam a telefonomért, ami egyébként ott volt szerencsére kéz ügyben, úgyhogy rögtön hívtam Fatelt, mert egyébként tudtam, hogy itt van a közelben, úgyhogy rögtön őt hívtam, hogy el kéne vinni engem kórházba, meg hát ezen a területen, ahol edzek, ide ő be tud jönni, ugye neki van hozzá kulcsa, és akkor ő vitt engem be a kórházba rögtön azonnal. Hát ami számomra egyébként egy kicsit furcsa volt, hogy hát nem tudom, hogy ez normális-e, hogy azt mondták, hogy hétfőn jöjjek vissza a műtétre. Szóval csütörtökön történt, ugye akkor mentünk be a kórházba, és haza begipszeltek, és haza küldtek, hogy majd hétfőn menjek be műtétre. Nem tudom, lehet, hogy csak nekem fura ez. Hétfőn bementem a kórházba, be is feküdtem, viszont kedden lett műtét, mert a hétfői az megint elcsúszott, mert jöttek sürgős esetek. Ugye ez nincs bekalkulálva, hogyha ha mentő behoz valakit, akinek nagyon sürgősen műtétre van szüksége, vagy életmentő beavatkozásra, nyilván őt előrébb veszik, és akkor az, hogy a Miki ott benn az ágyba, mit tudom én, várja, hogy délután kettőkor megműtsék, az nyilván ilyenkor várhat. Úgyhogy így is lett, sajnos, hogy estek be egyébként sürgős esetek, úgyhogy át lettem rakva kedre. Nem is baj, mert eltöltöttem egy egész nyugalmas éjszakát a kórházba. Bocsi, csak közben ki kellett szaladnom, úgyhogy most a mankóval mentem, vagy bicegtem anyádat, mert... Hát a műtétről pár szót, igazából annyi történt, hogy választhattam, hogy milyen érzéstelenítési formát szeretnék, hogy altatást, vagy gerincbe ugye az injekciót, és akkor átmenetileg lebénulok deréktól lefelé. Tippeljetek, melyiket választottam. Persze, hogy a lebénulást! Ez egyébként azért választottam ezt, mert az orvos igazából erre próbált engem így rávinni, hogy ezt válasszam, mert hogy azt mondta, hogy szerint ez a jobbik variáció. És egyébként valójában tényleg jó volt. Szóval abszolút nagyon durván hangzik, hogy ugye gerincbe kapod a szurit, és akkor lebénulsz, meg ilyenek. De tényleg higgyétek el, hogy nincs ebben semmi olyan hú de hatalmas nagy dolog. Nem fáj, abszolút semmit nem fáj, szóval ne ijedjetek meg, ha valakinek esetleg ne kelljen, de hogyha ilyen, bármilyen ilyen jellegű beavatkozás kell, hogy gerincbe kell adni szurit, ne ijedjetek meg, nem fáj, semmit. Abszolút jobban fáj, te az, hogy ide berakták ezt a granült, vagy mi a bánatot, tudjátok, amin szopkodtam befelé a infúziót. Az jobban fájt, és ezt most full őszintén mondom, pedig az sem egy nagy dolog, mint az, hogy a gerincbe kaptam egy szurit. Deréktől lefele lebénultam, az egy elég rossz érzés, mert tényleg semmit nem tudsz abszolút. Még ott a doki poénkodott, hogy próbáljam már megemelni a lábam, és feküdtem, és rendesen már ordítottam, úgy erőlködtem, hogy és nem bírtam egy millit sem megmozdítani. Ugye magamnál voltam egyébként igen egész végig a műtéten, hasra fordítottak a műtőasztalon, és egy hatalmas nagy ilyen vásznat raktak ide a nyakamhoz, úgyhogy ha meg tudtam volna fordulni esetleg, de hát amúgy se tudok, de ha meg tudtam volna, akkor se láttam volna semmit az egészből. Kérhetsz ilyenkor még bódítót, hogy adnak egy olyat, amitől így beizézt, belöttyensz, mint a szar, és akkor nem érzel semmit, vagy még ugye kicsit gondolom, nem tudom, én nem kértem, de ne, azt mondják, hogy ez ilyenkor egy kicsit így kiüt, és akkor még annyit se annyit se fogsz föl, hogy mi történik, mint így. De én nem kértem, mert hát híró vagyok. Beraktam így a fejem alá egy izéket, így raktam egy hasamon, és olyan, ott nem éreztem semmit, le is voltam bénulóan. Úgyhogy majdnem el is aludtam, és igazából ennyi történt, hogy a elszakadt szalagot összevarták. Ennyi történt. Minden rosszban van valami jó, így legalább a kórház kosztot sikerült letesztelnem, úgyhogy nézzétek meg, hogy hogyan sikerült
Miket kaptam? Jól lehet lakni kórházba? Hát itt az első nap, amikor befeküdtem, az látható. Itt még egyébként vidám vagyok, és üde, fit, tiszta fitnesses vagyok itt most én. Az első nap vacsorát kaptam. Hát amiben volt kettő szelet kenyér, ha jól emlékszek, meg jól látjuk. Igen, kettő kenyér. Volt benne paprika, ami sajnos hát nem chili, hanem sima tévépaprika, az is csak ilyen kettő darabka. Illetve volt egy kis kocka vaj, meg egy ilyen vákumcsomagolt kis paprikás szalámi. Adagra egyébként, adagra tényleg meglehetősen kevés volt, azért hát én nekem ez a reggelinek ez kb. Ez nem igazán volt, nem igazán volt értékeltő. Paprika! Furcsa, hogy nem volt csípős. Ha! Na mindegy. Gondolkoztam, hogy csinálok egy chili challenge-et a kórházba, de nem. Egyébként ez a paprikás kolbász, ez nem is volt annyira rossz, bár igazából jó sem nagyon. Látjátok, mennyire imádtam azt a mindenit. Én erre az vacsorára 5 pontot adok. Kenyér? Finom. Annyi, hogy kaptam itt a reggelihez, kaptam egy kis májkrémet. Ez a májkrém egyébként meglepően jó volt. Ezt mondták is, hogy ez valami házi cucc egyébként elvileg. Hát nem tudom, de tényleg nem volt rossz különben. És megjött az ebéd, a műtét utáni ebédem, ami egyébként valamiféle leves volt, és ilyen grízes, lekváros tészta. Hát ez a leves, ez nem tudom, mi lehetett egyébként. Ilyen volt benne hús, meg bab, meg talán ilyen galuska, valami galuskás leves volt ez. De úgy álltam neki, hogy fúj, de egyébként elmondom nektek a frankót, hogy meglepően finom volt. Nekem pedig én nem vagyok nagy leveses, de ez egyébként meglepően íz lett. Bár lehet, hogy műtét után már igazából mindegy volt, mert mit kapok, csak valamit kapjak. És akkor ez pedig a grízes tészta, ilyen lekváros grízes tészta, ham, bekapja Miki bácsi ham. És akkor megjött a vacsi, ami pedig sült csirkecomb rizssel. Na jó, viccelek, ezt egyébként Muter csinálta, és behozták nekem, és végre valami jó, finom ízeket is éreztem egyébként, valami igazi, jó hazai ütős kaja volt, ham. Na ez frankó. És miközben vacsoráztam, megjött a vacsim, képzeljétek el. És ez az utolsó nap vacsija volt, amiben volt már joghurt. Finom, friss joghurt. Ebből is kettő. És nem csak nekem adtak kettőt, hanem mindenki ennyit kapott egyébként. Ez a fejadag. Ez ki van számolva. És ilyen gyönyörű zacskóba prezentálják. A tálalás az number one egyébként szerintem. Én teljesen meg voltam elégedve az ellátással, a kezelésekkel, az emberekkel, nővérekkel, mindenkivel, tényleg. Összességében kajára annyit tudok panaszkodni, hogy kevés, nekem nagyon kevés. Szerencsére azért az volt a legelső, hogy hoztak nekem kaját be. Hát szerencsére vagy nem szerencsére, egyetlen egy ebédben volt részem. Kérdések, mi lesz most velem, hogy lesz, mennyi a felépülés, mikor lesz-e egyáltalán még golyóemelgetés, nem tudom. Dokit is kérdeztem, hogy fogok még emelni több száz kilót, és akkor így mondtadok, hogy ez... se tudja, érted. Mert nem igazán volt erre példa, hogy ezekre nem nagyon vannak felmérések. Reménykedünk benne, szerintem ez valamilyen szinten egyénfüggő. Annyit mondott a doki, hogy a puding próbálja az evés. Egyébként maga a talpraállás az se egy gyors folyamat, de az meg viszonylag gyors lesz, mivel azt mondták, hogy körülbelül egy két hónap után már azért lehet vele menni. Viszont az, hogy én mikor tudok újra, vagy tudok-e egyáltalán újra ilyen színvonalon, ilyen szinten sportolni, ez egy rohadt nagy kérdőjel. Bárki bármilyen módon szeretne támogatni, akkor chili szószok vásárlás az nekem bőven elég. Nem tudom, hogy ennek van-e tanulsága, bármilyen tanulság ennek az egész történetnek, szerintem nem nagyon. Nagyon sokat agyaltam, hogy miért történt most ez velem. És egyébként fater volt, aki mondta, hogy ne agyaljál, hagyd a franc, most már minek? Hát most már megtörtént a baj. Azért a sérülések azért voltak mindig, meg lesznek is, főleg ebben a sportágban. Ez benne van, és nem is akarom egyébként, egy pillanatra nem fordult meg a fejemben, hogy én most magamat sajnáljam, vagy bármi. Nyilván tisztában vagyok vele, hogy nagyon ennél még sokkal komolyabb sérülések is érhetnek. Ez egy fokozottan sérülés veszélyes sportág. Nyilvánvaló, hogy ezt az ember, hogyha sokáig pedzegeti, sokáig feszegeti határait,
előbb-utóbb be fog következni egy sérülés. Biztos, hogy sok embernek mondjuk ez örömet okoz, hogy na, már egyébként volt itt is, hogy hazaértem, hogy a falunkban már itt is volt, hogy na, kellett ez neked, na most akkor, ha... Ember, ez ilyen, ha valaki valamit csinál, abban benne van bármikor a baleset. Hát ez lett volna a kis történetem, valaki tud belőle tanulni, akkor tanuljon belőle. Jön meg az, hogy nem hiszem ilyen bemelegítés meg ilyenek, mert elég sokat edzettem, elég sokat melegítettem előtte, ugye a többi dologgal, úgyhogy mielőtt valaki leírja, hogy ez a nem melegítés miatt van, szalagszakadásnak egyébként nem igazán van köze a melegítéshez. Meg volt gyengülve, el volt revülve, ugye ez egy olyan szalag, ami már 16 éve kapja folyamatosan a terhelést. A másik sincs jól egyébként, szóval sincs jó állapotban sajnos. Ez az, amit nem látsz. Ugye már látod az izmot, látod, hogy mi, de a szalagokat, meg az ízületeket ugye azt nem látjuk. A szalagok olyanok, mint a művészek. Amikor már nincsenek, akkor kezdenek el hiányozni. Viszont a következő videóban megyünk tovább, és csilizni fogunk valószínűleg. Na jó, szavaztok!